Gyümölcsökkel, zöldségekkel vannak tele a piaci pultok Pécsen. Olyan hazai finomságok is megjelentek már, amikkel a korábbi években nyár végén találkozhattunk csak. Most a szilva szezont kezdtük, nekem ez az öt fajtám van, ez az első fajtám, és utána jönnek szilva, az nekem a választékba október elejéig fog lenni. Nagyon késői fajták is vannak. Az őszi barasznak a közepén tartunk, a kajszinak ez pedig a legutolsó fajta, tehát ez a legvége a kajszi baraszból, kajszi kínálatból. Az időjárás erősen befolyásolja az érési folyamatokat a gyümölcsösökben, gazdaságokban, mondja az őstermelő. A szezon elején egy 3 héttel voltunk előrébb, ez a nyár közepi melegnek ez meg is maradt, azt gondoltuk, hogy talán egy kicsit visszazökkenünk a rendes kerékvágásba, de ezek a 1-2 hete 30-35 meg magasabb hőmérsékletek, ezek meghagyták ezt a 3 hetes, úgyhogy 3 héttel előbb le fog menni az őszi barack is, a szilva annyival előbb fog érni, az is nyilván előbb le fog menni. Paradicsom és szőlő egy másik árusnál. Ők is a saját termékeiket hozzák a piacra. Aki idén nem figyel, lemarad a befőzési szezonról, mondja az őstermelő. Augusztusban szoktak paradicsomot befőzni. Most, ha nem főznek be, augusztusban nem biztos, vagy csak orror áron, hogyha még lesz paradicsom. A szőlőnek kedvez ez az időjárás, mert száraz idő van, és tehát jó a minőség, de korábban van, minden korábban van, 2-3 hét minimum korábban van. A borszőlő is, mert azzal is foglalkozunk, az is ott van, hogy szüret is, 3 héttel korábban lesz szüret idén, mint tavaly volt. Csemege kukorica egy másik standon. A nyár egyik kedvencét is hamarabb szerezhetjük be most. Idén egy olyan 2 héttel előbb kezdtük a szezont. Igazából kb. 2 héttel tovább is fog tartani. Szerintem ilyen szeptember végéig, októberig biztosan tudunk szedni friss csemege kukoricát egész szezonban. Csak csemege kukoricával foglalkoznak a művelési területükön, mondja az őstermelő. Mindig friss árut tudnak hozni a szezon végéig, így alakították ki a gazdaságukat. 3,5-4 hektáron. Amint több szakaszt csinálunk, hogy egész szezonban friss legyen a kukorica. Szóval nem egyszer érik be az egész, hanem ilyen heti ciklusokat csinálunk. Az őstermelők azt mondják, érdemes a vásárlóknak is figyelembe venni, hogy a hazai gyümölcsök, zöldségek korábban, mint egy 3 héttel már kaphatók a piacokon. Ha pedig szeretnénk télire eltenni a finomságokból, akkor a befőzési munkálatokat is korábban kell megszerveznünk.